Fülöp Mónika, a Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélt a fesztivál kulturális jelentőségéről. Ennek a hagyománya, most már hagyományról beszélhetünk, visszamegy az előző önkormányzat idejébe, amikor úgy gondolták, hogy egy gasztronómiai fesztivált szeretnének itt Tolnán és Mözsön megszervezni. A süteményes asztalokat végignézve mindenki számára nehéz volt a döntés, hogy mit kóstoljon meg. Gyönyörű pitékkel, rétesekkel várták a tömeget. Mivel ez hagyományosan ünnepi sütemények voltak, keresztelőn, karácsonykor, húsvétkor sütötték itt Mözs település részen, és ezt a hagyományt szerették volna tovább vinni az előző önkormányzatba, amit mi nagy örömmel folytattunk tehát a mostani időkig is. De ugye ne csak gasztronómiai fesztivál legyen, ezért kulturális kulturális programokkal is kiegészítettük. Minden évben hívunk meg a régióból, vagy a régión kívülről is kulturális csoportokat. Csongrád Imréné nem titkolt a receptjét, sőt elárulta a keltésztek elengedhetetlen hozzávalóját is. Liszt, az élesztőt föl kell futtatni tejbe egy kanál cukorral, attól függ, hogy mennyi a liszt, és akkor ezt belekeverem a lisztbe, teszek bele 2-3 tojás sárgáját, és akkor mikor összekevertem, akkor utána öntök bele zsírt, nem sokat, azzal jól kidolgozom, és kevés rumot. Mert keltésztának állítólag a szesz a mindene, hogy legyen benne valamennyi. A kalácsok kedvelői számára kihagyhatatlan ez az esemény, amit a mözsiek remek zenés táncos programokkal színesítettek.